Nem úgy alakult az őszi szezon a Sényő számára, ahogyan azt szerették volna. A csapat minden idényben az egyszámjegyű helyezést célozza meg, ettől viszont 17 fordulót követően egyelőre elmaradt az együttes. Ennek is köszönhető, hogy az utolsó két fordulóban új edző Nagy Sándor irányította a Sényőt. Egy pici tapasztalatom van, mert már dolgoztam az NB3-ban. Én úgy gondolom, hogy az a színvonal megmaradt, ami volt akkor is. Egy nagyon jó színvonalú ez a keleti csoport, ugye harcos csapatok vannak, nagyon kiegyensúlyozott ez a táblázat, és mutatja, hogy hiába vagy hátul, akkor is, mit tudom, az ötödik helytől 8-9 pontra vagy, szóval az hamar ledolgozható. A sényűiek kulcsembere, Kapacina Valer a csapattól és saját magától is jobb teljesítményt vár az őszinél. Most csak 13 meccsünk van, a nagy részét hazai pályán fogjuk játszani, ugye sokat játszottunk idegenbe, minden meccsről úgy készülünk, hogy nyerni szeretnénk, aztán meglátjuk, hogy mi sikerül belőle. Nekem sem úgy sikerült ez a fél évem, ahogy szokott, ugye gólokban, a gólpasszokkal még nem is volt hiány, de a gólok azok most hiányoztak. Ugye nekem is volt egyéb lemaradásom, amit most próbálok helyrehozni, és remélem, bízom benne, hogy a tavasszal gólokkal meg gólpasszokkal tudom segíteni a csapatot. A Sényű szerdán a Spari 2-vel játszik, majd a Cigánd, a Füzesgyarmat, a Mátészalka és a Pest vármegyei Albidok FC következik a sorban. A tavaszi nyitófordulóban a 12. 60 otthonában lép pályára Nagy Sándor együttese.